Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Ismét ingyenesen átvehető a Városháza portáján a 10 darab zöld hulladékgyűjtőzsák. Tájházak vezetői találkoztak Makón. A SAK Szuperliga legjava Makón mérte összetudását. Makóváros önkormányzata novemberben is 10 000 darab zöld hulladékgyűjtő zsákot oszt ki a lakosok körében. A makói háztartások számára 10-10 darabot biztosítanak ingyen, amelyet a Városháza főportáján vehetnek át a lakosok a lakcímkártya felmutatásával. Az őszbeköszöntével nem csak a közterületeken, hanem a kertekben és az ingatlanok környezetében is megnövekszik a lomb és egyéb zöld hulladék mennyisége. Egyre több munka adódik a kertekben is. Makóváros önkormányzata idén ősszel, október 20-án rendezte meg a Tegyük még szebbé városunkat elnevezésű akciót, ahol a polgármester kiemelten ejtett szót a zöld hulladék gyűjtőzsákról. A hulladékgazdálkodási cég vezetőjével egyeztetve most egy 10 000 zsákot hulladék, zöld hulladék gyűjtő zsákot fogunk a mai naptól 20-ától városi szinten gyakorlatilag kiosztani. Itt a Városháza porta szolgálatánál lehet felvenni 10 darabos csomagokban, természetesen lakcímenként tudjuk most ezt biztosítani erre a hónapra, és bízunk abban, hogy november hónapban ugyanilyen akciót el tudunk majd indítani. Októberben és szerencsére novemberben is elindult az akció. A mai naptól újabb 10 000 darab zsák érkezett. Így biztosítani tudják ezt a lehetőséget a lakosok felé, és ezzel sokan is élnek. Van egy kis kert, és ilyenkor már száradnak el a gazok, és akkor ebbe gyűjtsük, és akkor kirakjuk, elviszik minden hétfőn. Nagy szüksége volt akkor erre? Persze, hát azért jöttem be. Ilyenkor ősszel több kell, mert tavasszal hajtanak a virágok, ilyenkor már konyulnak, az akkor az megy a zsákba. Elszárad, elfogynak már, ilyenkor csak a késői virágban, mert sok virágban. Az ingyenes zsákokat a Városháza portáján lehet átvenni hétköznap a nyitvatartási időben. Ha valaki nem tudja felvenni, de nagy szüksége van rá, akkor a családtag vagy a szomszéd felhatalmazásával, a lakcímkártya felmutatásával fel tudja venni a zsákokat. A Magyarországi Tájházak Szövetsége Dél-Magyarországi Regionális Találkozójának adott otthont nemrégiben a József Attila Városi Múzeum. Az eszmecsere során új ötleteket és lehetőségeket ismerhetett meg a hallgatóság. A Tájházak Szövetségének Dél-Alföldi régiójához Békés, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyék tartoznak. Makón már régen voltak, ezért esett a választás a Hagymavárosra, ahol arról tájékoztatták a hallgatóságot, hogy mik a feltételei annak, hogy tájházat nyissanak, és milyen lehetőségeik vannak gyűjteményeik megújítására, megőrzésére. Amellett, hogy megőrzik az értékeket, nagyon-nagyon fontos, hogy a hagyományokban is részt vegyenek, és ápolják a hagyományokat. Tehát még régebben az volt egy múzeumnak, egy tájháznak, egy gyűjteménynek a feladata, hogy kiállítsa a darabokat. Most szinte 50%-ban az is, hogy ezeket valahogy bemutassa az embereknek, különféle programoknak a keretében. Az eseményen a környező települések tájház vezető múzeológusai mellett új partnerként mutatták be az Öcsödi Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület tevékenységét és a Körös Tájházat. Pasztályákné Izbéki Róza elmondta, a civil munkának nagy hagyományai vannak a településen, hiszen népdalkörük, hímző szakkörük van és sporttevékenységet is végeznek. Ezek együttes munkáját fogták össze egy csokorba és jött létre egyesületük. Egy pályázati forrásból pedig meg tudtak venni egy házat, amit tájházzá alakítottak át. Mi 3 enteriőt alakítottunk ki, az utcai szobát meghagytuk a rendezvényteremnek, hiszen ott mi foglalkozásokat szervezünk, és kell nekünk is egy hely, ahol le tudunk ülni. De berendeztük a konyhát, berendeztük ezt a bizonyos lakószobát és egy kamrát, és most dolgozunk a terménytároló felújításán, mert oda pedig szeretnénk a mezőgazdasági eszközöket elhelyezni. És a berendezési tárgyak a nagyanyáink korát idézik. Tehát ez a
második világháború előtt, illetve még utáni időszakban, mondjuk 50-es évek körülbelül addig határoztuk meg, és hát nagyon nagy sikere van. Tehát sokan jönnek, és mondják, hogy a mi nagymamáink is így éltek, és ugyanígy volt berendezve minden. Azt is megtudtuk, hogy a múzeum és a tájház között csupán annyi a különbség, hogy utóbbiban nem áll módukban elraktározni a műtárgyakat, hanem azok állandó tárlatként kerülnek kiállításra, és mutatják be a régi idők mindennapjait. Vitatkozni kultúrát keretek között is lehet, erre adtak tanúbizonyságot a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, amikor stábunk ellátogatott a disputa foglalkozásra. A gyerekek érveiket és cáfolataikat osztották meg egymással, anélkül, hogy veszekedésbe torkollott volna egy-egy téma. A helyesek az, amikor nem saját magunkra gondolunk, hanem a közéletre is. Tökéleteset mondtál, ugye nem személyeskedünk a dispután belül, csak mi vagyunk. A disputa egyik legfőbb szabálya hangzott el az előzőekben, hogy nem személyeskedünk, hanem együtt gondolkozunk. A disputa az angol száz nyelvterületről származó vitakultúrát, érvek cseréjét jelenti. A gyerekeknek a játékos feladatokon keresztül fejlődik a kommunikációs készségük, a szövegértésük és magabiztosságot ad nekik, hogyan álljanak ki magukért és másokért. A gyakorlatok során a diákok rendszeresen egy adott témában közösen gyűjtik össze tapasztalataikat, kifejezéseiket. Ott jártunkkor például a nem kell házi feladat tételmondat mellett kellett érvelniük vagy cáfolniuk. Nem értek vele egyet, mert buták maradunk, mert hogyha véletlenül nem figyelünk itt iskolába, akkor ott a lehetőség, hogy otthon megtanuljuk. Mint megtudtuk, a disputának több fajtája van. A versenyvitában egy állító és egy tagadó csapat áll szemben egymással, és meg kell győzniük a bíróságot az adott tételmondat előnyéről vagy hátrányairól. Illetve van a közösségi vita, melyen gyakrabban találkoznak a gyerekek a foglalkozások keretében. A közösségi vita az egy kicsikét szabadabb, mint a versenyvita. Egy adott foglalkozás alatt akár több témát is át tudunk beszélni, érvelés gyakorlatozni, érvközpontú leginkább, amelynek nem csak az a lényege, hogy a vitázás legyen a középpontban, hanem az ahhoz vezető tanulási folyamat, és ezáltal a gyerekek még inkább tudnak érvelést gyakorolni. Pallagi Beáta még 2015-ben egy tábor keretében találkozott először a disputával, ami bővebben is elkezdte foglalkoztatni, és megszerzett tudását diákjainak is szerette volna átadni. Még abban az évben elindította a disputakört, amelyhez minden évben csatlakoznak új diákok. Kíváncsiak voltunk, hogy a gyerekeknek eddig miben segítettek a foglalkozások. A tanulásban is a szókincsnek a javításában, hogy minél több szót és több kifejezést ismerjünk meg. Sokkal jobban és szabadabban tudok beszélni, és ki tudok állni magamért. Ki tudok állni magamért, és a kommunikációs képességemet is fejleszti, a türelmemet, hogy tiszteljek másokat, hogy ők mit gondolnak, és jobban meg tudom fogalmazni, amit szeretnék mondani. Az iskolai foglalkozások mellett úgynevezett terepmunkán is részt vesznek a diákok, hamarosan Budapestre utaznak, ahol az ország többi disputakörével találkoznak majd, és folytatnak kultúrát, vitát bizonyos témákban. A Nemzeti Sakkbajnokság szuperligájának évadnyitó mérkőzéseit Makón rendezték meg a hétvégén. A koronaszálló dísztermében 10 csapat 100 versenyzője mérte össze tudását. A Magyar Sakkszövetség kiírt pályázatát sikeresen nyerte el a Makói Egyesület, így a Hagymavárosban rendezték meg az idei évad nyitó dupla fordulóját. A nemzetközi csapatbajnokságon 10 egyesület 100 versenyzője mérte össze tudását. A mérkőzések tisztaságáért versenybírók feleltek. Ugye ez a legnagyobb osztály a sakkba, ugye a nevéből is visszahallatszik. Ugye azt kell tudni, hogy itt minden mérkőzést online közvetítünk, úgyhogy azért vannak ilyen szép fatáblák, tele kábellel, mert minden lépés gyakorlatilag azonnal fölkerül az internetre, hogyha aki ért hozzá, az a világ bármely tájáról azonnal nézheti a sakkmérkőzéseket. Hát ennek egyrészt ennek a koordinálása,
ugye akkor mellette a maga a lebonyolítása, ugye itt 10 csapat vesz részt, most 5 mérkőzés van, minden mérkőzésnek megvan a saját versenybírója, itt az ültetéstől kezdve a megfelelő erős vonendív leadás, ezek követése, regisztrálása, adminisztrációja a feladatja a versenybírónak. A teremben topjátékosok, nemzetközi mesterek és nagymesterek, valamint fidemesterek és feltörekvő mesterjelöltek voltak. Paks csapatát erősíti immár 29 éve Berkes Ferenc, 8-szoros magyar bajnok és 8-szoros olimpikon a magyar válogatott tagja. Megosztott a televíziónkkal, hogy mi motiválja a játékban. A játék szeretet, meg a játék szépsége, meg a kombinációk, meg az ellenfélek a legyőzése volt, aztán később pedig a magasabb szintű élvezeti értékek, a kreativitás, a gondolatisága. Elkezdtem elmélyedni, kicsit óvatosabbra váltottam, mert megégettem magamat néhányszor. Hát azért a villám ifisak az változik. Rájövünk arra, hogy amit gondolunk, oda megyünk agresszív kismalacmódra, az nem működik hosszú távon, és akkor az igazán kemény profi játékosok azok váltanak harcmodort, és újabbat megtanulnak, és újabbat, és tovább fokozzák ezt. Aztán elkezdtem dolgozni remek nagymesterekkel, mint Lékó Peti, Gyimesi Zoltán, Ács Péter, és így erősödtem folyamatosan a külföldiekkel is. A játszmák során fejlődik a kreativitás, a döntéshozó képesség és a logika, továbbá megtanít ez a sport a fegyelmezettségre és a sportszerűségre is. Német Miklós nemzetközi mester szintén gyermekként szerette meg a sakkot, amelyet ma már oktat is. De még mindig örömmel ül le az asztalhoz és játszik komoly mérkőzéseket a Szuperligában. Interjú alanyunk megosztotta, hogy milyen ellenfele volt az első makkói megmérettetésen, és arra is kitért, hogy miért szeret versenyezni. Ellenfelemet már régóta ismerem egy hozzám, mert talán hasonló erősségű játékos, mondhatom azt. Ő is nemzetközi mester. A parti az nem volt annyira izgalmas, azért úgy nagyjából gyorsan letisztázottak az események, és akkor utána megállapodtunk a döntetlenbe. A győzelem miatt azt mondom, hogy szeretek nyerni, adrenalin, meg gondolkodni nagyon szeretek, és ez a sakkban megvalósul. Horváth Zsolt, a Duókor makói SVS elnöke örömmel összegezte a kétnapos rendezvényt. Szerencsére tökéletesen lezajlott, a játékosoknak, bíróknak, a csapatvezetőknek és kísérőknek nagyon tetszett a versenyhelyszín, tehát igyekeztünk egy elég jó kvalifikált versenyt megrendezni, jól érezték magukat a versenyzők, nagyon nagy csaták voltak. Ebben a két napon, tehát egy játszma volt a második alkalom, ami második napon is majdnem 6 óra hosszáig elhúzódott. Első napon egy nagyon erős Haraszti MTK csapattal kerültünk össze, döntetlet értünk el, tehát ők is 5 pontot és mi is 5 pontot szereztünk ellenük. Második nap egy picit szomorú szájízzel távoztunk, mert a Biatorvágy ellen vereséget szenvedtünk, holott el kell ismernünk, egy szenzációs erős csapattal kerültünk szembe. Köszönetét fejezte ki Farkas Éva Erzsébet polgármester felé, aki támogatta az esemény létrejöttét. Továbbá elhangzott, hogy összesen 9 forduló vár a csapatokra, ami azt jelenti, hogy havi lebontásban legalább egyszer-egyszer megmérettetik magukat a Szuperligában. A cél az, hogy a 10 csapaton belül az első 8-ban legyenek a makóiak, mert azok az egyesületek lesznek jogosultak arra, hogy jövőre is induljanak a Szuperligában. A nyitó mérkőzést követően a Hagymaváros csapata a 7. helyen áll. Nem dőlhetnek hátra, mert további megmérettetések várnak a tagokra, és igyekeznek a legjobb formájukat hozni minden egyes alkalommal. Szoros küzdelemben nyerte a Duókor makói KC az MB2 H csoport legutóbbi fordulóján. Sokáig fejfej mellett haladtak a békési U21-es gárdával, végül 38-26 arányban itthon tudták tartani a Maros Mentiek az értékes 2 pontot. Jól kezdték a mérkőzést a makói kézilabdázók, akik az első percektől kezdve igyekeztek magukhoz venni a vezetést, amit ezután hamar kisengedtek a kezeik közül, ugyanis a fiatalokból álló vendégegyüttes felszívta magát, és a 8. percben kiegyenlítette a meccset. 5-5 volt az állás. Nem sokkal később pedig át is vették a vezetést a békésiek, és szépen tartották a 2 gólos különbséget. A makó 13-13-nál tudta csak visszavenni előnyét. Balár Róbert, a makóiak kapusa, sorra hárította az ellenfél dobásait. A félidő a Maros Mentieké lett.
a csapatok 18-15-tel fordultak. A második felvonásban a hazaiak tovább folytatták jó szereplésüket, a 44. percben már 28-18-at mutatott az eredményjelző tábla. A Békés együttese mindent megtett a szépítés érdekében, jöttek is a gólok, de hátrányukat nem tudták már lefaragni. A végeredmény Duokor Makói KC, Optimum Szolár Békés IFKC, U21, 38-26. A találkozót Miksi István, a hazaiak vezetőedzője értékelte. Jól kezdtük az elején, ugye ott meg is voltak a helyzeteink, csak utána ugye látták azt a fiúk, hogy akár ez biztosan meg lehet ez a mérkőzés, elkezdtünk hibázni, és visszahoztuk az ellenfelet. Ugye aztán ugye muszáj volt belenyúlni, cserégettünk, és megtaláltuk ugye a helyes csapatot, és utána már ugye mindenki hozzá tudott tenni, és ugye magunkhoz vettük főleg a második félidőben az eredményt is, a vezetést is, és akkor azt, én azt gondolom, hogy biztosan utána itthon tartottuk a két pontot. Hozzátette, fiai jó úton haladnak. Egyre jobban ismerik már egymás játékát, így bizakodva tekint a jövőbe, hogy a rivális csapatokat is le tudják győzni. A Makói KC november 12-én 16 órai kezdettel az OTP Bank Pixeget harmad számú csapatát fogadja az Erdei János Városi Sportcsarnokban. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Ismét ingyenesen átvehető a Városháza portáján a 10 darab zöld hulladékgyűjtőzsák. Tájházak vezetői találkoztak Makón. A SAK Szuperliga legjava Makón mérte összetudását. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Kedves nézőink, ez volt a november 2-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!